Rekkentő hőségben játszotta le első nyári felkészülési meccsét a Nyíregyháza Spartakusz, amely az örökösföldi pályán szombaton a szintén NB3-as bajnoki rajta készülő Nyírbátort fogadta. Mindkét csapat másfél hetes felkészülés után lépett pályára. A nyíregyháziak vezetőedzője, Mátyus János elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mire képesek játékosai kemény munkával a lábukban. Az első teljes hetünk volt, előtte volt egy csonka hét, ilyen rávezető jelleggel, most már tényleg elkezdtünk edzeni hétfő óta. Napi két edzéssel készültünk, egy nap kivételével, azt gondolom, hogy amit elterveztünk, azt végre is hajtottuk. A fizikális fölkészítésen van a hangsúly nyilván ilyenkor, illetve szeretnék minél hamarabb teljes kerettel dolgozni. Abban reménykedem, hogy hétfő reggelre, amikor is indulunk Abaúj Szántóra a táborba, már úgy 90-91%-os keretem lesz. A nyíregyházi együttesnél jó néhány futballista megfordult az elmúlt napokban, közülük többen is meggyőzték a szakmai stábot arról, hogy segíteni tudják majd a csapatot a feljutás kiharcolásában. Öröské Péter nálunk folytatja, megegyezett vele a vezetőség, Jagodis Benc nálunk folytatja, illetve én borzasztóan szeretném, hogyha egy korábbi Spali játékos, a Ramos is hozzánk kerülne. Most nálunk készült, egy nagyon jó szellemű játékos, jó képességekkel van megáldva, és bízom benne, hogy ő is nálunk lesz, illetve rengeteg fiatal játékos teszteltünk. Közülünk is az Ökös Bence, illetve Kapacina Kevin, aki Kispesten játszott, szintén nálunk fogja folytatni. A Vámos Márkot már ismerik a szurkolók, illetve Lengyel Marcel is nálunk készül. Azt gondolom, hogy rengeteg fiatal tehetséges játékos fog ősztől a Spaliban játszani. A mérkőzés végül 3-3-as döntetlennel zárult. A nyíregyházi csapatban Rezes két gólt lőtt, mellette Lámos volt eredményes. A nyírbátori gólokat Pál Völgyi, Baggyos és Sós szerezte. A Spali hétfőn Abaúj Szántói edzőtáborba utazott, ahol szerdán a Kisvárdát fogadja, szombaton pedig Kassán lép majd pályára a nyíregyházi gárda.